Évtizedek óta először üres a beledi gólyafészek. Az elmúlt hetekben a gólyapár egyik tagját látták leszállni a fészekre. Viszont társa nem érkezett meg. Májusban már javában ülnie kellene a tojónak a tojásokon. Nem lehet tudni, hogy most mi történt igazániból. Lehet, hogy elpusztult valami oknál fogva, a hím általában szokott előbb megjönni. Vagy megunta azt, hogy most már második évben kell neki fészket újítani, fészket csinálni. Hát olyan sokból nem állt volna szerintem, hogyha azt a régi fészket, hogy valójában fölmentik erre az új applikációra. Mert végülis ez az Édásznak, az EON-nak a gólyafészek menti akciójának egy része, hogyha valahol meg akar fészkelni a gólya, ezzel elősegítik neki a fészkelési lehetőségét. De ahol már kész fészek helyére rakják be, ott nem biztos, hogy a második éven is megbarátkozik azzal a helyzettel, hogy ő neki most megint fészket kell építeni. Valószínűleg úgy volt bekódolva neki az agyába, hogy az azért nem volt ott a jó helyen, mert a vihar levihette, és azért is rakta alajja a következő éven is, mert tavaly mellére rakta a fészkét. Az idén is alajja kezdte el építgetni, gondolván arra, hát most nem gondolkodhatok egy gólyának az agyában, meg hát sokat nem kell kihozni neki a gondolkodás mondjából, de valószínű azt gondolhatta, hogy a vihar vihette le, tehát az nem biztonságos az a rész, ahol eredetileg volt a fészke, és akkor megint alajja kezdett el építkezni, egy pár napig ezt csinálta, aztán utána eltűnt, megunta, vagy elpusztult, vagy elköltözött. Szóval rá egy kis időre, 2-3 hetére rá megjött a párja, itten sétálgatott a futballpályánál, fölnézett a fészekre. Eltűnt, akkor megint 2 hét múlva megint megjelent egy gólya, hogy az lehetette, nem, azt nem tudni. Rengeteg kérdés van, tehát ez egy komplet megfigyelésnek a része kellene lenni, hogyha most akkor mi történhetett ezekkel a madarakkal. Ami kérdés lehet, hogy ugye az elmúlt években, évtizedekben, ha most egy gólyapárt nézünk, akkor beszélgettünk róla, hogy akár 10-15 évig is elélnek a gólyák, több családot tudnak felnevelni. Most ezek a kis gólyák hol vannak, miért nem érkeznek meg? Közülük azért visszajöhetne egy-egy példány. De gyerekkorom óta ez így van, hogy nem igen szaporodott a gólyának az állománya. Minden falon meg volt a maga gólyapárja. Volt olyan szerencsés falu, itt a Rába közben például a Csalagoz, vagy pedig Szajnt veszük alapul. Rengeteg gólyafésze van, rengeteg visszatérő gólyapár van. Általában egy életre szóló választás, a párválasztás náluk. Tudomásom szerint, tehát a tapasztalat annyira nem terjed ki a megfigyelésem, hogy most egy gólyapár, most pontosan ugyanaz jön-e vissza, de szerintem hosszú évek során ugyanazok jönnek vissza. De egy nagy kérdés, hogy most azt veszük, hogy 10 évig legyen 10 éves aktív időszaka, egy 2-3 éves korukban ivar érettek ezek a madarak. Ha azt veszük alapul, akkor egy 10 éves aktív időszak alatt, ha 4 darab fiókával átlagosan veszük, sajnos a fióka az egyet száma is elég rendesen lecsökkent, ha azt veszük alapul, akkor 40 darab plusz gólya kellene, hogy legyen. Most vegyünk egy ilyen járulékos veszteséget, ugye van egy faj, aminek van egy reprodukciós képessége, ez egy megújuló képessége, tehát ami kihever egy csomó olyan dolgot, ami vonuláskor, teleléskor, egyéb költéskor, vagy bármikor érheti őket. Tehát a szaporodás, tehát a fajföntartás szempontjából a szaporulat úgy van nagyjából beállítva, hogy egy kicsi plusz mutatkozzon a természetes, meg a járulékos elhulláson felül, de még ahhoz is képest is kérdőjel az, hogy a többi gólya vajon hol lett. Mert hogyha azt veszük, hogy vegyünk alapul például Szajnt, ott van 9-10 darab, 11 darab fészek, vagy a Csalagon jó esetben 9-12-13 darab fészek volt lakott még pár évvel ezelőtt, az idején meg tavaly évről nincsen információ. Tavalyról van annyi információ, hogy kevesebb tért vissza a Csalagra, de kevesebb gólya fészek volt lakott. Ha azt veszük alapul, akkor egy 10-es üzére a 400 darab gólya, azon valami meg kellene látszolni a környéken, hogy valahol új fészkek, vagy valami szaporulat, vagy az országban, vagy bárhol, de inkább az a tapasztalat, meg az a, hát nem is tapasztalat, tény, hogy kevesebb, mindig kevesebb fogynak ezek az állatok. Szóval jöttek különböző híradások, hogy ilyen sportvadászok lövik őket a telelőhelyekről, vagy vonulás közben. Hát lehet, hogy az egy kicsit átrendítette negatív
irányba ezt a dolgot. Minden esetre az a véleményem róla, hogy hát nekünk nagyon kellene vigyázni mindenféle atrocitással, ami ezeket a fészkelő madarakat, költöző madarainkat illeti, mert nagyon kevés van belőle, és a költőhelyen nézt bármilyen negatív hatás, az hatványozottan jelenkezik sokkal súlyosabb formában, mint a vonuláskor vagy a teleléskor. Tehát lehetett hallani a különböző híradásokban arról, hogy ez a koronavírusos időszak, amikor lelassult az élet, jót tett a környezetnek, a természetnek, az állatvilágnak, olyan helyekre is tértek vissza, állatok arra nem is gondoltak volna, vagy az egyedszámuk nagyobb lett. Hát itt a környezetünkben a madárfajokat, ha nézzük, akkor mi a tapasztalat? Nagyon, nagyon, nagyon kevés a madár. Én azt mondom, hogy nem csak a költöző madaraknak a fogyása a feltűnő, hanem az itt áttelelő, meg az állandó madaraink között is nagyon nagy a veszteség. Azt mondom, hogy a gyerekkorunkban szokták úgy mondani, hogy a DDT-vel kapcsolatban, hogy egyszer csak álljon a néma tavasz, hogyha agyon vegyszerezni mindent, hát most már nagyjából itt van. Második dolog az, hogy azért az valakinek fel kellene, hogy tűnjön, hogy miért is urbanizálódnak az egyébként nem városi fajok, meg egyébként a városiasodás egyfajta biztonságot nyújt olyan fajoknak, amelyek egyébként az embert nagyon kerülő életmódot folytatnak. Tehát teszem azt a ragadozó madarak, rengeteg iradás meg hát tapasztalat van arról, hogy hát a vörösvédség már jobban szeretnek a városban, mint itt, mert az erdei fülesbaga is már nagyjából jobban beköltözött a városi parkokba, a városi házaknak a réseibe, a sarlós fecske az agy egyébként is ott szokott ilyen réseibe költeni. Aztán akkor azt mondom, hogy az örvösgalom, amik legutóbb urbanizálódott faj, most már van olyan híradás, egyik barátomnak a teraszán a virágládába költ, tehát amit ember kerülő volt, az nagyon közismert neki, hogy hát közel mész hozzá, egy ilyen 30-40 méterről már elrepül vidéken, városon meg ott költ ki, nődögelnek, tehát építi a fészkét, meg nem zavartatja magát. Egy érdekes folyamatnak vagyunk hát mi itt vidéken elszenvedőek, a városi, meg hát ez nyilvánvaló, hogy nem nagyon örül neki, hogyha összepiszkítja egy madárfaja teraszukat, vagy valami oda költözik, meg hát az irodaházaknak is általában azért nagy kárt szoktak okozni a neki repülő madarak, mert azért nem az ő világuk a városi világ, de lassan hozzászoknak. Én azt mondom, hogy kevesebb a zavartságuk ottan, nagyobb a biztonságérzetük, lehető a táplálkozási lehetőség, a természetes táplálkozási lehetőség azáltal, hogy városokban nagyon kevés a kemikália, amit kijuttatnak a füvekre, meg tehát nincsenek intenzív mezőgazdasági területek, amiknek a permetezése, tehát nyilvánvaló, hogy egy mezőgazdasági kultúrát csak úgy lehet most már fenntartani, hogy rengeteg vegyszerrel, meg rengeteg olyan munkaidő ráfordítás helyett, tehát nem kapálnak, hanem permeteznek, nyilvánvaló, hogy a munkaerőnek a kimélése, meg az emberi munkaerőnek a kiváltására vannak ezek a vegyszerek kitalálva, de ezek nem madárbarát, meg nem környezetbarátok, én szerintem. Különleges madárfajok, amik akár megjelentek, vagy sikerült lefotózni érdekes madárfajokat itt a környezetünkben? Hát rengeteg olyan hely van a Dél-Dába közben. Elég jó természeti adottságai vannak ennek a régiónak, tehát már régóta, gyerekkorom óta jelen vannak a gyurgyalagok, ez a egyik legszínpompásabb trópusi madárfajokkal vetekedő színpompájú madaraink. Parti fecskék, ugye ez a hazának az egyik legkisebb fecskefajtája, vagy ez a legkisebb fecskefajtája, mind a kettő vonuló madár. A szalakót az nem jellemző erre a vidékre, még meg előfordul a vonuláskor a csörgő részék, az egy színesebb vadkacsa vagy vadrésze fajta. Aztán még bubosbanka, hát az is a számuk elég jól megcsappan. Tehát minden van egyfajta vonzata a természet szempontjában, hogy megszűnt a falusi állattartás, eltűntek a ganajdombok, eltűntek az istállókból az állatok, eltűntek azokat kísérő rovarvilág is, ugye
az kötődött mindig a trágyázak, a nagy dombhoz, meg az állatokhoz. Ezáltal a fecskéknek, a bubos bankának, ugye, akik ilyen rovarokkal, egyebekkel táplálkoznak, annak a táplálkozási lehetősége beszökült, ezáltal a faj az nem szaporodik olyan mértékben, mint normál olyan körülmények között, amelyik a normális életkörülményeket biztosítaná. És ennek a hátulütője az, hogy egy idő után el fognak fogyni. Vagy legalábbis nagyon megcsapadik nekik a számuk. Tehát ez egy természetes elejárója ennek a civilizációnknak. Én azt mondom, hogy nem is lehetne másképp csinálni. Ugye belenéz az ember a gazdaságossági, meg az egyéb, tehát a megélhetési rátába belenézek, akkor ennek így kell történni ez. Hogyha másképp akarnák csinálni, én szerintem is azt mondom, hogy nem a legfontosabb az, hogy most legyen fecske vagy gólya, hanem legyen ennivaló az asztalon. És még egy fajról tegyünk említést, ugye a tuzokról van szó. A tuzok költési helye hogy változott, egyáltalán a környezetben hogyan sikerült az elmúlt időszakban beilleszkednie, mi a helyzet ezzel a fajjal, mit lát természetpotosként? Hát én azt látom, hogy nagyon biztató előjelek, meg nagyon biztató törvése vannak azon a részen, ahol ennek a mosoni hátságról van szó. Tehát annak a fajnak a fenntartását nagyon nagy elánnal csinálják, és nagyon szakértő módon, tehát nem kaszálják azt a részt, olyan kaszálást rendeznek, amelyik, tehát azt veszük alapul, hogy ennek az élőhelyének a fenntartására ráfordított energia, a kormányzati szinten is nagyon előtérbe van helyezve, és azt úgy tartom, hogy ez egy helyes dolog. És most nekik a tuzok dörgése is örvendetes módon, ha nem is nagy mértében, mivel ennek a fajnak a magyarországi előfordulása, meg a megfigyelések alapján a leggyengébb a reprodukciós képesség. A reprodukciós képesség, amit elő is mondtam, az, hogy a fajnak a szaporodását elősegítő, tehát nagyon kevés szaporulata van, neki 3, maximum 4 csibével lehet számolni, és akkor elég nagy a veszteség, mert elég nehezen nőnek fel. Ugye hát ott a földön, meg a egyéb helyeken azért érik őket a ragadozóktól elkezdve, mert az gazdasági kultúráról van szó, akkor esetleg gépi megmunkálás során esetleges veszteség, de ott, ahol az élőhelye, meg a dürgőhelye van neki, azt a részt, ahol a költőhelye van, azt nagyon-nagyon-nagyon védik, nagyon-nagyon nagy szakértelemmel kezelik, tehát van neki direkt sávosan kaszálnak, hogy legyen neki bujóhelye, rejtekhelye neki, ahol szokott ez a faj előfordulni ebbe az időszakban. Most vége neki a dürgésnek is, például május elejével, ugye áprilisban van a dürgés, ez a párosodás időszak, akkor nagyon mutogatják magukat, meg annyira kicsit teveti az óvatosságát. Egyébként nagyon óvatos madár, mert hogy annyira érzékeny a változásokra, hogy például, ha mit tudom, egyik nap ott nincs egy gödör vagy valami, tehát csinálsz egy gödöt, vagy valami, vagy odábgurítod a bálát, már nem megyek 2-3 napig, vagy a hétig a közelébe, már nem az a megszokott környezet, amit nagyon éber, tehát neszes madár, nagyon a tuzok. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen.